Mózes első könyve, 33. fejezet Jákob pedig fölemelte a szemét, és látta, hogy íme, Ézsau jön, és négyszáz férfi van vele. Szétosztotta azért a gyermekeket Lea mellé, Ráhel mellé, és két szolgálója mellé. És előre állította a szolgálókat és gyermekeiket, majd Leát és gyermekeit, végül Ráhelt és leghátul Józsefet. Ő maga pedig előttük ment, és hétszer hajolt meg a földig, amíg a bátyjához jutott. Ézsau pedig eléje futott, és megölelte őt. Nyakába borult, megcsókolta, és sírtak. És fölemelte szemét Ézsau, és látta az asszonyokat és a gyermekeket, és ezt mondta. Kicsodák ezek te veled? Ő pedig azt mondta, a gyermekek, akikkel Isten megajándékozta szolgádat. És közeledtek a szolgálók, ők és gyermekeik, és meghajoltak. Odaérkezett Leja is gyermekeivel, és ők is meghajoltak. Utoljára érkezett József és Ráhel, és ők is meghajtották magukat. És ezt mondta Ézsau, mire való ez az egész sereg, melyet előtte találtam. Erre ő így felelt, hogy kedvet találjak az én uram szemében. Erre azt mondta Ézsó, van nekem elég, jó öcsém, legyen a tied, ami a tied. Jákob pedig így felelt, ne úgy, kérlek, hanem ha kedvet találtam a szemedben, fogadd el ajándékomat a kezemből, mert a te arcodra úgy nézek, mintha Isten arcát látnám, és te kegyesen fogadtál engem. Vedd el, kérlek, az ajándékomat, melyet hoztam neked, mert Isten kegyelmesen cselekedett velem, és van mindenem, és unszólta őt, mire Ézsau elfogadta. És ezt mondta, induljunk, menjünk el, és én előtted megyek. Felelt neki Jákob, az én uram jól tudja, hogy a gyermekek gyengék, és hogy szoptatós juhók és állatok vannak velem, amelyeket, ha csak egy napig is szaklatnak, anyájak mind elhulnak. Menjen el azért az én uram, az ő szolgája előtt. Én is elballagok lassan, az előttem járó jószág lépése szerint, és a gyermekek lépése szerint, míg eljutok az én uramhoz szeírbe. Erre azt felelte Ézsau, hadd melléd néhányat a velem levő emberek közül. Mire ő ezt mondta, minek az? Csak hogy kedvet találjak uram szemében. Visszatér tehát Ézsau még aznap a maga útján Szeír felé. Jákob pedig szukkódba ment, és házat épített magának, barmainak pedig hajlékokat csinált ezért nevezte a helyet Szukótnak. Azután Jákob paddan arámból jövet minden baj nélkül Sikem városába ért, amely Kánaán földjén van, és letelepedett a város előtt. És megvette Hamornak, Sikem atyának fiaitól száz pénzen a mezőnek azt a részét, ahol a sátrát felvonta. Majd oltárt állított fel ott, és így nevezte ایشتن اسرائیل ایشتنه.